Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG kiadásába, itt van háttérbe elmosva, Válj valóra, én már a hatékonyságnövelés és lifehack-ek. Ez a rész pont az, amikor átvettem, megjött a nyomdából a könyv, tehát most már mindenhol egy Libribe vagy bármilyen könyvesboltba bemész, akkor tényleg meg lehet venni. Nagyon durva érzés, ezért hosszabb is lett az első része ennek a vlognak, úgyhogy ha most találkoztunk először, akkor kattints ide és kezd az előzővel. Amúgy már nagyon régóta napi vlogolok, mert kb. Ez a negyedik, ötödik hét, úgyhogy nagyon sok mindent meg lehet nézni. A mai részben a meetingekről lesz szó, illetve van is. Úgyhogy megvágom, és hogyha nem láttad, akkor igyekezz az elsővel, viszont most akkor jöjjön és a második résszel folytatjuk az egész nap. A következő, amiről szeretnék beszélni, az a telefonos meetingek, ugyanis a telefon az egy olyan dolog, ami főleg most ugye ebben a jelen helyzet, Covid közben, utáni helyzetben nagyon felértékelődött, mind a telefonnak, mind pedig az online meetingeknek az értéke. Nagy vállalatok, kis vállalatok tényleg mérettől függetlenül rájöttek arra, hogy nincs nagyon szükség feltétlen egy irodára, vagy nem kell egy hatékony meetinghez feltétlen egy helyen lenniük az embereknek, és ez fantasztikus. Az egyik kedvencem, amiről majd még ki is térek, hogy a small talk már önmagába elkerülhető, és az egy annyira jó dolog, hogy felhívok valakit, ott van a meeting, oké, hello, szia, akármi, de rá tudunk egyből fókuszálni a lényegre, erről is amúgy még fogok beszélni, de a lényeg, hogy nem kell minden áron találkozót szerveznünk, még cégen belül sem kell feltétlen találkozót szerveznünk, hanem egyszerűen legyen egy gyors 5 perces call. Például én a csapaton belül sokszor meg is beszéltük, hogy nem is kell azt mondani, hogy hello, szia, ne haragudj, zavarlak. Nem, ha felveszem, akkor ráérek, ha nem veszem fel, akkor kinyomlak, SMS küldök, visszahívlak, bármi. Nem is kell, mondom, ez van, ez kell, igen, nem, hogy kell, valami inputot kérünk, és ennyi az egész. Úgyhogy minél többször, ha tudod, akkor főleg amilyen pár perces e-mailezni, meg mondjuk kétszer-háromszor oda-vissza kellene, vagy több ember idejét elvenni egy meeting, ahelyett telefon, Zoom call, hangout, bármi, amit használunk. Ah, de jó leülni. Szerintem ez a legpörgősebb napi vlog, ami eddig volt. Most már itthon vagyok, de még nem akartam a lifehack-es setup-ba beülni, ugyanis még a lifehack-ek előtt van pár dolog, amiről érdemes beszélnünk. Pár olyan dologról szeretnék beszélni, hogy nagyon kék vagyok. Várjatok! Jó, egy fokkal jobb, mert világítom magam, és bevallom, hogy lusta vagyok átállítani kékről. Ugye a hátteret szokta adni, mindjárt ugye a lifehack-eknél meg is mutatom, de három olyan dolgot szeretnék a lifehack-ek előtt átbeszélni, amit már mondtam is, de külön is szeretném ezt az egészet hangsúlyozni. Az egyik dolog az, hogy kerüljük a small talkot, tehát amikor a meetingről van szó, akkor csapjunk a közepébe. Amiről szó van, arról beszéljünk. Lehet olyat megcsinálni mondjuk, hogy a meeting előtt mondjuk nem megyünk be az adott szobába, hanem a szoba előtt direkt annak megvan, hogy mindenkivel mizu, hogy vagy, kávé megvan, akármi, de amikor bent vagyunk, akkor arra az agendára fókuszálunk, és tényleg az, amit csinálunk. És hogyha már itt tartunk, akkor az egész meetingekből egy valamit azt nagyon-nagyon érdemes kivenni, hogy mindaz, amit mondtam, az egy típusú meetingre nem vonatkozik, ez pedig a brainstormingok. Ugyanis, hogyha brainstormingolunk, akkor nincs ez az időkeret, nincs az, hogy ki mennyit beszélhet, vagy hogy mennyire, nyilván felkészülten kell jönni, de hogy nem úgy nézzük a célokat, mint hogy az elején Seth Godin példájába vittem, hanem itt tényleg bármi lehet, ez lehet egy piknik keretében, ugyanúgy lehet egy tárgyalóban is, de a lényeg, hogy teremtsük meg, legózhatunk, tehát tényleg teremtsük meg annak a körülményét, hogy elérjük azt a célt, hogy a nagy ötletet megtaláljuk.
Ez lehet akár az, hogy egy hétvégére elvonulunk valahova, és egy véget nem érő, nagyon király kreatív folyamat, de az is lehet, hogy részfeladatokra bontjuk, ugye a GTD-nél azt itt meg lehet nézni, már beszéltem erről, de a kreatív alkotásban is lehet az, hogy most a kis puzzle-ökre fókuszálunk. Például nekem volt egy nagyon jó, egy ilyen feladat, amit kellett csinálni még Amerikában a USC-n, amikor az Ogilvy-vel a ügynökséget formáltunk, egy ilyen diákügynökséget, és a Subaru-nak effektíve dolgoznunk kellett, és ott pont az volt, hogy mindegyik részben külön-külön dolgoztunk, és megvolt mindenkinek a feladata, mondjuk a heti feladata, erre voltak külön találkozók, és az órán volt az, hogy a PM összefogta ezt az egészet, és majd úgy alakítottuk ki, hogy mikor mit kell az egyes dolgokba összekapcsolni, de ez nem azt jelentette, hogy amikor brainstorming meetinget tartunk, hogy bármilyen kötöttség lett volna, ott az volt a cél, hogy mindig a nagy ötletet megtaláljuk. Na most már tényleg jöjjenek a lifehack-ek. Itt világít az, amivel megvilágítottam magam. Azt hiszem, hogy pont eltakarom ugye, amiket ki szeretnék rakni oda a polcra, úgyhogy vagy amúgy fogok változtatni egy ilyen szöget, vagy ide valamit ki kell tenni, írd meg kommentbe, hogy milyen javaslatod van, mi az, amivel fel lehetne dobni ezt az egészet. Na de lifehack-ek! Az egyik az, hogy stratégiailag, főleg, hogyha nem te vezeted a meetinget, akkor bevállalhatod a moderátornak a szerepét, aki az egészet egybefogja. Így ugye ezt már említettem, de ez egy óriási lifehack, hogy át tudod venni az egész facilitálást, és emiatt olyan meetingeken is nélkülözhetetlenné válhatsz akkor, hogyha ha tényleg jól csinálod, ahova amúgy a mondjuk a junioritásod miatt, vagy mert még nem tartasz ott, nem kéne, hogy ott legyél, így viszont ott vagy, inputokat is adhatsz nyilvánvalóan, és lehet, hogy ez eléggé tud segíteni a karrierednek. Máshogy megfogalmazva, legyél mindig te a legfelkészültebb, és tényleg akár ajánl fel azt is, hogy jegyzetet készítesz. Az utolsó lifehack, hogy ne menj el a meetingekre. Nyilván ez pozíciótól függ, hogy éppen miként hol vagy, de ha megteheted, akkor próbáld kihagyni a meetingeket, és kérjél egy rövid, tömör, action pointokkal, tehát feladatokkal teli jegyzetet, amire majd e-mailben válaszolsz, és odaadod persze természetesen az inputjaidat. Ha nem te vagy a vezető, akkor erre egy jó trükk, hogy javasolhatod, hogy persze szívesen részt veszel a meetingen, de igazából ez alatt az idő alatt te sokkal több mindent el tudsz érni mondjuk az XY feladatokba vagy projektekbe, és mindezt el tudnál végezni, hogyha nem lennél ott a meetingen, úgyhogy mit szólnál ahhoz, hogyha te a hatékonyság égisze alatt inkább a feladataidra koncentrálnál. Ezek voltak a lifehack-ek, ez volt ez a durva napi vlog, szerintem ennyire sok élménydús dolog még nem is volt benne egy napi vlogban, meg hát itt a könyvem, már most itt nincsen, mert kint hagytam, de hogy kezembe fogtam a könyvem, aminek nyilván a lájgomb alatt ott vannak a linkek, megrendelhető, de most már besétálsz egy Libribe, egy Alexandra Bookline, bárhova, és így kezedbe foghatod, odamész, pénztár, és fizethetsz érte. Persze ezt nem javaslom, mert hogyha nálam rendeled meg, akkor mindenféle kedvezménynél olcsóbban, igazából 4000 forint helyett 3000-ért rendelheted meg, és még nagyon értékes lesz egyszer, dedikálom is a könyvet. Ha pedig azt hiszem, ezt a vlog elején nem mondtam, hogy a könyvből, vagy hát a könyvnek egyes részeiből personal branding és produktivitás csináltam egy online képzést, ami ugyanúgy a lájgomb alatt a leírásban megtalálható, van ingyenes verziója, kipróbálhatod, de bele is vághatsz egyből, amúgy is pénzvisszafizetési garancián van rá. Köszönöm szépen, hogy megnézted a mai vlogot, hogyha ma találkoztunk először, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra és mellette a csengőre, és így nem maradsz le, ugyanis holnap az e-mailezésről beszélünk, ami ugyanúgy egy nagyon fontos része az életünknek, és szerintem nagyon rosszul van értelmezve ez az egész. Azt a címet adtam amúgy ennek a alfejezetnek, hogy a 25 órás munkanap, mert tényleg, hogyha okosabban csinálod az e-mailedet, nyilván 24 óránk marad, de találunk benne akár több órát is. Mindegy, ezt majd ott elmondom. Sorry, becsörögtem. Szóval ezt majd ott elmondom, úgyhogy remélem, hogy holnap találkozunk. Köszi, hogy megnézted. Szia! Sziasztok!